Advent első vasárnapján. Külön tisztelettel köszöntöm Aratóni Perési Marian, Tiszavasvári járási hivatal megbízott vezetőjét, Szőke Zoltán polgármester urat, Rádúj Zsolt alpolgármester urat, Ostorházi Lédor dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszonyt, Petruskáné dr. Legezett Tímea aljegyzőasszonyt, Tiszavasvári Város képviselőtestületének tagjait és intézményvezetőinket. Kedves vendégeink, most kérem hallgassák meg Ostorházi Nédó dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszony ünnepi köszöntőjét. Kedves megjelentek, kedves tiszavasváriak! Engedjék meg, hogy idén második alkalommal, vagy immáron második alkalommal én köszöntsem Önöket advent első vasárnapján. Különösen fontos időszak veszi most kezdetét, hiszen a közelgő karácsony úgy gondolom mindannyiunk szívében melegséget ébreszt. A karácsony az nem az ész, hanem a szívnek az ünnepe, és a szív azt tudja, hogy a karácsonyfa körül mindazok ott vannak velünk, akiket a szemünkkel nem látunk, és az eszünkkel talán nem hiszünk. Én azt gondolom, hogy ez az idézet, ez magában foglalja a karácsonynak, ennek a gyönyörű ünnepnek az erejét, hiszen olyan jó, sok jó dolgot ötvöz magában, amit a többi ünnepről nem biztos, hogy ilyen formában el tudunk mondani. Hiszen magában foglalja a szeretetet, a melegséget, a jótékonykodást, a segítségnyújtást, az emlékezést és a csodavárást is. A jótékonykodást azért, mert mindannyian érezzük azt, hogy ilyenkor sokkal többet figyelünk a nélkülözőkre, sokkal többet adakozunk, előtérbe kerül az egyetemes szeretet, a jó akarat. A csodavárást azért, mert az adventnek a jelentése maga is az eljövetel, és a melegséget és a szeretetet azért, mert ilyenkor mindannyian többet törődünk egymással, és keressük azokat az ismerős illatokat, amit a karácsony jelent, azokat a hangokat, dallamokat, figurákat, díszeket, hiszen mindannyian megnyugodni várunk az év végével, és a karácsonyra felkészülni. Mindenkinek meg kell próbálni egy kicsit nyugvópontra helyezni a lelkét, hiszen ezt várják tőlünk a családunk, a szeretteink, és mi magunk is azt várjuk, hogy az év végére egy kicsit megpihenjünk, és nyugalmas körülmények között töltsük el az ünnepeket. Engedjék meg, hogy Márai Sándor szavait idézem most. Van-e érzés, amely oly sejtelmesen dobogtatja meg az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma? Az advent hónapja, a karácsony hónapja, az a szeretet és a csodák hónapja, remélem mindannyiunknak a szeretet és a csodák hónapja lesz, és ezért én azt kívánom Önöknek, hogy szeretetben és békességen teljen ez az időszak, és a szeretet és a békesség övezze az ünnepeket. Köszönöm szépen! Köszönöm jegyzőasszony szavait. Kedves vendégeink, kérem fogadják szeretettel a Lurkó Kuckó Voda Napsugár csoportjának kis műsorát, felkészítő vodapedagógusait Petini Újhelyi Marianna és Csé Nagy Balázsné. Thank you.
Köszönjük szépen az oldások kedves műsorát. Kedves vendégeink, mint ahogy látják, a város fenyőfája immár teljes pompájában áll itt a téren. Arra kértük felhívásunkban a lakosokat és az intézményeket, hogy tegyük még közösebbé, még szebbé együtt a város fenyőfáját, és készítsenek díszeket számunkra és a város számára. Nagyon sok intézmény jelezte ezt, hogy szeretne ebben részt venni, és most elérkezett az a pillanat, amikor kérem az intézmények képviselőit és városlakókat,
hogy fáradjanak közelebb a fához, és megtalálhatják a díszeiket, illetve biztosan van, aki még csak most hozta el ide a térre, és közösen díszítsük, és helyezzük el az utolsó díszeket a város fenyőfájára. Most már hamarosan helyére kerül minden, azt hiszem, és elmondhatjuk, hogy valóban közös és mindnyájunké a város fenyőfája. És kérünk egy kis figyelmet, mert ezekben a percekben szeretnénk felkapcsolni az ünnepi fényeket is. Köszönjük szépen! Kedves tiszavasváriak! Kérem Külvei Zoltán, görögkatolikus esperes urat, ossza meg velünk adventi gondolatait. Kedves ünnepők! Amikor az adventi reggeleken még sötétség borul mindenre, a messiást váró közössége biztatást kap Istentől, Izaiás próféta által, jöjjetek a fényre! Nem kell többé motorkába keresgélni, mert karácsonykor maga az Isten jön el közénk.
és kinyilvánítja előttünk önmagát. Karácsonykor majd beteljesül ez a titok, és föltárul számunkra az Isten terve, az Isten velünk lakó szándéka, hogy velünk legyen, mindenkit megvilágosítson, és minden embert üdvözítsen. Az adventi úton, amelyet ma elkezdünk, lassan kibontakozik és földereng ez a világosság, a betlehemi barlang fényessége, amely nem valami, hanem valaki, az isteni kisded, az Úr Jézus személye. Ezt értették meg a jászolon siető pásztorok, a hosszú vándorútra vállalkozó királyok, de főleg a boldogságos Szűz Mária, a kis Jézus édesanyja, és Szent József, a Szent Család hűséges őre. Az ünnep bennünket is megszólít és hív, induljunk hát mi is erre az útra. Kövessük a fény felé vezető prófétai hangot, amely kihív minket a homályból, amely talán körbeveszi életünket, és rámutat az igazi fényre, az üdvösséget hozó betlehemi gyermekre, aki nem más, mint a mi Istenünk, a béke fejedelme, Jézus Krisztus, a világ világossága. Amen. Köszönöm szépen Esperes úr szavait. Kedves vendégeink, az első adventi gyertya meggyújtása következik. Felkérem Ostorházi dr. Póri Zsuzsana jegyzőasszonyt és Nagy Hanna óvodást legyen a segítségére.